Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, ahol nektek mutatom a majáknak a régi naptárját. Ebben a naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Egy rezgés mindig 13 napig tart. A 20-as szám és a 13-as szám, ez egy ilyen szerencsét hozó szám volt a maják számára, nagyon értékesnek tartották ezt. Egy hullám, ami 13 napig tart, az olyan, mint nálunk a mi naptárunkban a hét. Most mi a harmadik hullámban vagyunk. Ez a harmadik hullám manik hatása alatt áll. Manik annyit jelent lefordítva, hogy kéz. És ez azt jelenti számunkra, hogy ez alatt az idő alatt vegyük kézbe a dolgokat. Ez a harmadik hullám június 21-éig tart. A mai nap. Június 16-a, az a 8. nap ebben a 3-as hullámban. A 8-as szám is jelent valamit, mégpedig azt, hogy van egy kis húzavona, az is lehet, hogy mi elveszítjük most a türelmünket, és itt van egy feladatunk, mégpedig az, hogy kilépjünk az eseményekből, és megtartsuk a belső egyensúlyunkat. A mai nap, tehát június 16-a Ben hatása alatt áll. Ben azt jelenti lefordítva, hogy égi vándorló. És hogyhat az a mi életünkre, hogy van valaki, aki segít nekünk. Van egy ilyen társ, aki elkísér bennünket az életünkben. Egy lelki kapcsolat. De jelenti azt is, hogy egy ilyen égi hatás van, egy égi vándorló, aki most mellettünk áll, nyújtja a kezét és vezet bennünket. Ez lehet egy angyal üzenet, vagy valaki, aki már nem köztünk van, hanem elbúcsúzott tőlünk, és a szeretet még mindig ott van, meg a szép emlékek is. Érzitek ma egy elhunyt személynek a közelségét, a szeretetét. Az égi vándorló, ez a segítség, és ez a szeretet, ez a lelki kapcsolat azt közli velünk, hogy bízzunk abban, hogy jóra fordulnak az események, és valaki segít nekünk. És valaki segít nekünk. Ez lehet egy angyali üzenet, vagy egy lelki kapcsolat. És ez volt a bepillantás a maja naptárba. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!